Képzeljétek, találtam egy csomó tojástartót, és egy remek ötletem támadt. Csöves kukorica jelmezt fogok készíteni. Nem tudjátok elképzelni? Hát csak figyeljetek! Az első lépés, hogy sárgára festem a dobozokat. Tudtátok, hogy a kukoricának rengeteg neve van? Mondjuk török búza, málé, tengeri, mert a tengeren túlról jött. Lyukat fúrunk a tojástartó négy sarkába. Ezzel is legyetek nagyon ügyesek, és ha lehet, akkor kérjetek meg a szüleiteket. Kész is! Ezekkel a gumikkal tudjuk majd a testünkön rögzíteni. Ezt a zöld vásznat, ami pont egy négyzet, négybe hajtottam. A csücskéhez rajzolok egy negyed kört. És a vonal mentén kivágom. A következő lépéshez egy kartonra lesz szükségünk. Ez fogja megtartani a kukoricát. Kész is a mellény. Hogy kicsit dúsítsam a levélzetet, kreppapírt fogok ráragasztani. Tudtátok, hogy a kukoricából lisztet is készítenek? A lisztjéből pedig nagyon sok finom ételt, például Erdélyben puliszkát. A kukorica rengeteg vitamint tartalmaz. C-vitamint, B-vitamint és magnéziumot is, ami nagyon jó az izmaitoknak. Így már mindjárt más? Jaj, majd elfelejtettem! A kukorica haja! Kész is a jelmezünk. Itt a kukorica termése és a csúhé két része. Jó, tényleg nehéz egy kicsit elképzelni, de figyeljetek csak! Hölgyeim és uraim! Köszöntsék a gabonafélék egyik koronázatlan királyát, a kukoricát! Milyen dús és zöld levelek! Nem beszélve aranysárga szemeiről! A konyha tündérek álma. Igazi különlegesség.